az, amikor nem tudja valaki el fogadni a saját helyét a világban, vagy nem érzi jól magát a saját bőrében, és ezért mondjuk másokon áll bosszút. A negativitásnál ez szerintem nem működik sosem, hogy bármikor is megnyugvása legyen az embernek. Tehát az továbbra is ott marad, az a kényszer benne, és ezt ugye az ember valamilyen függőségbe folytja, itt jelen esetben ő nagyon sokat iszik, és tulajdonképpen ezen az estén az a mozgató rugója a cselekedeteinek, hogy, és a végkimenetele is a tulajdonképpen a drámai vétség, hogy itt túlissza, nagyon bátorra issza magát, és átlép egy olyan pontot, amit eddig nem tett meg, és így szembe találkozik a saját végzetével. Máshogy működik egy prózai színész, én úgy gondolom, miután a prózai szövegből indulunk ki, tehát nem annyira kötött szabályok szerint dolgozunk, mint a zenében, és nagyon vicces volt, nekem sok monológom van, ahogy ő ezt így levezényelte, vagy lekottázta az egészet. Tehát ennyiben volt kötöttebb a munka. Természetesen aztán ezt amikor az ember magára húzza, akkor ez nem egészen így néz ki a végén, de ő nagy árjákat képzelt el ebben, és az ő konzultánsait Cejzer Gábor volt, aki nagyon sokat rendez, és nálunk, meg egyébként is, és ezt a játékmesteri részt, amivel aztán egy karakter mélyebb rétegeit meg kell fejteni, vagy meg kell beszélni valakivel, vagy vár egy visszajelzést az ember a rendezőtől, ezt így közösen adták meg. Örökérvényű a darab, a hatalom és az emberek feltétel nélküli manipulálhatósága az szerintem mindig megmaradt, hogyha egy erősebb akarat érvényesül, azután nagyon könnyen mennek gondolkodás nélkül, számtalan ilyen esettel találkozunk nap mint nap, de bárhol. Úgyhogy azt hiszem, hogy abszolút beleillik, nagyon sok ilyen darabunk van, ahol dominálnak az emberek egymás fölött, és ez nem feltétlenül helyes. Vége van a drámának, de a történet folytatódik tovább a fejekben, tehát ez örökölhető egyfajta viselkedés minta, ami tulajdonképpen bármikor előfordulhat, és bárki, ahogy el is hangzik a darabban, hogy parancsolás és engedelmesség, az tulajdonképpen ugyanarról a tőről fakad. Aki parancsolni tud, az tud engedelmeskedni, és aki engedelmeskedni tud, az parancsolni is tud megfelelő körülmények között. Tulajdonképpen ide fut ki az előadás.